Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Driftland The Magic Revival folytatása. Az emberi kampánya. Lássuk a soron következő küldetést. 70 lakosság 75 nap alatt. Találkozunk Saltriával. És a többi. Többé-kevésbé az előző feladvány, csak némi időkerettel és lakosságbővítési küldetéssel. Jó. Egy jelentéktelen méretű. Terjeszkedés. No, mondom, akkor tudunk házakat építeni, ha van lakosság. És akkor tudunk, felteszem, kaját is készíteni. Egyébként gondban lennénk. Oké, hát az aranykészletünk egyáltalán nincs bajban. Kedves játék. Ja jó. Hirtelen kicsit bajban vagyunk azért vele. Kicsit talán túlzásba vittük a lakosság növekedést. Kicsit talán túlzásba vittük. De azért nem is annyira vészes a helyzet. Harci vonalon tudunk? Nem nagyon. Tud, lehet. Marketplace hamarosan lesz. Újabb gazdaság és gazdagság. Thank you.
És akkor van bőven elég kajánk. Sőt, rengeteg kajánk van, végtelen kajánk van. Oké. Ezt foglalja el valaki? Ezt upgrade-eljük. Ezt majd upgrade-eljük. Lenne rubinunk. De nincs. Akkor lenne még egy Raven. Ó, van itt egy szöveg is. Hát nagyon nem izgat senkit, megmondom őszintén. Jó. Sehol, sehol nem találtunk követ, hihetetlen. Kereskedjünk. Ez mi kell? Kő. Ez nem annyira vészes, ez pillanatokon belül lesz. Fél időben vagyunk. Az idő részére. És az extra emberekkel egyszerűen pozitívba megy át a kaja és egyéb készletünk. Jó. Innen ez meg már csak mennyiség kérdése.
fából, kőből, aranyból, mindegyikből jók vagyunk. Viszont Rubin bányát akartam. Nem mintha lenne hol bányászni Rubint. Mondjuk itt van aranybánya. Az azért mindig jó. Az mindig gazdaságos. Ja, hármas kastély kell hozzá. Amihez kell minden egyéb. Igen, abszolút nincs rá szükségünk. Kis arany, kis bánya, kis... ez az amaz. Remek, és akkor majd lehet működtetni az aranybányát. Fatelep is effektív végtelen, úgyhogy... erre a kőfejtőre sincs szükségünk. Ez tovább növeli a gazdagságunkat. Ezt a kis szigetet behúzzuk. Ezt a nagyobb szigetet behúzzuk. Megy elég közel. Megragadjuk. Oké. Hát ha itt ezeket a hatalmas szigeteket behúztuk, akkor mindenkinek jó. Azt hiszem, vagy lehetne jó. Aranybánya az legyen kéznél.
Na itt a gond, hogy... Az időkorlát, bár az lehet, hogy a lakosság az csak... Csak a lakosságra vonatkozott a korábbi időkorlát. Foglalja el nekünk majd valaki. Ahogy ezt is. Szépen foglalja el nekünk valaki. Rubin, pici Rubin. Pici Rubin. Hogy állunk? Kéne 50 fa, vagy 80 fa. Egy kő, vagy mi a túró? Bonyolult szavak. Oké. Hát csak 10. Belátható időn belül az meg lesz. Nagyobb összecsapás. Ez mindjárt megvan. Ami azért mindjárt jobban hál.
nem a legkevésbé alkalmatlan. Hogy úgy mondjam, leginkább alkalmatlan végezni. Ezeket az upgrade-eket. Fortify 2, amihez kell 100 kő. Remek. Ha így tudok terjeszkedni, legkönnyebben. Simán jók vagyunk. No, hát meglátjuk, hogy ebbe hova futunk ki. Az itteni kis terjeszkedésünkbe. Másfél ezer kő. Pillanatok alatt meggyógyítja magát. Egy picit drága, de belefér. No, mi a mission? Valamit meg kell találni, de ennyi. Oké, mi lenne, hogyha
Nem öletnéd meg magad, de megöleti magát. Na hát akkor ezt elbuktuk. Mert úgy döntött a hősünk, hogy bemegy és meghal. Remek! Visszatérünk legközelebbre.